Sziasztok, Zsuzsi vagyok, és ez a mai videó, ahogy a címből is láthattátok, a májusi haul videó lesz, ami, hát én azt mondom, hogy nagyjából olyan két részre, de lehet, hogy három részre osztható. Szerintem három részre fogom osztani majd nektek ilyen timestampek szempontjából ezt a videót, ugyanis lesz egy első fele, ahol mutatok nektek néhány drogériás terméket, amit beszereztem, és lesz egy következő része, ahol néhány műszempillát fogok nektek mutatni, ugyanis a Makeup Plaza oldalán az Ardell műszempillák nagyon le voltak árazva, és ugye én az utóbbi időben elkezdtem mindenféle műszempillát kipróbálni, és szereztem néhány jó kis izgalmas műszempillát, úgyhogy ezeket is mutatom nektek, és a videónak pedig az utolsó része, az egy Danessa Myricks haul rész lesz, úgyhogy kezdjünk is bele, mert sok mindent kell megmutatnom nektek. Ebben a hónapban egyetlen egy bőrápolási termék volt, amit beszereztem, ezt már kinéztem, hogy most jelent meg az Essence-nek, ez a Hello Good Stuff szérumjai közül, ez a Skin Repair nevezetű szérum, ami ceramidokat és zabot tartalmaz, és nagyon szépen nyugtatja az arcbőrt, úgyhogy amikor láttam, hogy ez megjelent, akkor arra gondoltam, hogy én ezt mindenképp ki fogom próbálni, ugyanis nekem nagyon jó tapasztalatom volt eddig az Essence szérumokkal. Ajándékba kaptam egyébként egy szérumot Nikitől, Kincses Nikitől, úgy próbáltam ki az Essence szérumokat, és nagyon-nagyon-nagyon megtetszettek, úgyhogy most ezt is ki fogom próbálni, illetve hát egy pár alkalommal használtam, egyelőre azért olyan hű de sok információt még nem tudok nektek róla mondani a tapasztalataimról, de meglátjuk majd, hogy milyen lesz hosszabb távon. Aztán beszereztem néhány ilyen praktikusnak mondható dolgot. Egyfelől én már nagyon régóta szeretném kipróbálni ezt az ilyen ragasztós technikát, ezt nem is tudom, hogy hívják, amikor celluxal tudjátok, celluxal, vagy pedig ilyen kozmetikai, ilyen ragasztó szalaggal az ember kiragasztja a cica szemének a vonalát, és én erre nagyon kíváncsi voltam, hogy ez hogy működik, hogyan nem működik, tudom, hogy rengetegen nagyon-nagyon régóta használják ezt a technikát, na mindegy, én eddig nem próbáltam, úgyhogy kíváncsi voltam, és nem szerettem volna celluxot használni, hanem láttam, hogy a Catrice-nek van ilyen kis ragacsa, ezt mutatom, hogy milyen egy picit finomabb egyébként maga a ragasztó rajta, mint a celluxon, illetve maga ez az anyag, ami rajta van a ragasztó, az is egy picit ilyen puhább, bőrbarátabb anyag, úgyhogy ezért gondoltam, hogy kipróbálom. Őszintén szólva egyszer már kipróbáltam, fogok róla videót csinálni, jó, hogy így miket gondolok én erről a technikáról, lehet, hogy csak egy rövid videó lesz, lehet, hogy egy hosszú videóban fogok róla beszélni, de majd meglátjátok, hogy én mit tapasztaltam ezzel a kis eszközzel. Aztán voltam a Müllerben, és találtam végre normális áron, mert hogy már nagyon régóta látom, hogy lehet kapni ezeket az ilyen kis háromszög formájú szivacsokat, nem is tudom, szerintem egy-két éve jöttek be így a divatba, úgymond, és nagyon praktikusak, mert tényleg annyira jól be tudsz nyúlni így a púderrel ide a szemed belső zugába, tehát ugye ilyen kis apró részeket nagyon jól elő tudsz vele készíteni, illetve nagyon szépen tudod lepudorezni, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon bejött, hogy eddig miért nem szereztem be. Azért nem szereztem be, mert általában iszonyatosan drágának találtam, én úgy voltam vele, hogy nem szeretnék 2-3 ezer forintot adni egy ilyen puder szivacsért, még akkor is, hogyha mosható, tehát hogy többször tudod használni, de valahogy akkor is úgy mindig azt éreztem, hogy amikor láttam, hogy ilyen 3000 forintokba, meg ilyesmibe kerül, hogy nem. Nekem az úgy túl sok, tudtam, hogy valamelyik márka elő fog állni egyébként valami olcsóbb, elérhetőbb darabbal, úgyhogy a Müllerben végül is találtam is a Body & Soul-nak egy ilyen kis szivacsát, ez ilyen 1000 forint környékén volt egyébként, úgyhogy azzal már úgy voltam, hogy az nekem már így árérték arányban megéri. A másik, ami úgy szintén így a Body & Soul-nak, tehát a Müller saját márkájának ilyen eszközei, bocsánat, ez már egy kicsit így, mintha meg lett volna rágva, de nem, csak ilyen érdekes módon próbáltam a csomagolásba bejutni, szóval ezek ilyen kis korrektorpálcikák, de én alapvetően arra szoktam használni, tehát ez egy fogyó eszköz, hogyha ilyen sminkeld magad oktatást tartok, vagy valaki más sminkelek, akkor ugye ezzel lehet a szájfényt, rúzs, stb. Felvinni, hogy ugye ne koszolódjanak ezek a termékek, és akkor utána el lehet dobni. Úgyhogy ebből is beszereztem egy csomaggal. Na de lépjünk tovább, akkor már az ilyen konkrét sminktermékekhez. Egyfelől szeretném kipróbálni, még nem próbáltam eddig, de szeretném kipróbálni az Essence-nek ezt az új Skin Tint termékét. Ezt a, én a 40-es árnyalatban vettem meg? Igen, ez a 40-es árnyalat elég sok árnyalatban kapható, bár amennyire így láttam, így itthon Magyarországon, így a polcokra kirakva, így ez a szokásos középső 5-6 árnyalat, ami elérhető. Én ezt a 40-es árnyalatot vettem meg. Csinálok róla egy swatchot. Egyelőre én is még csak swatcholtam, úgyhogy nem próbáltam ki ilyen kis kinyomós tubusban.
érkezik, és amit tapasztaltam vele, csak így swatch alapján, tehát látjátok, oda így kinyomom, hogy iszonyatosan áttetsző, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon minimális fedése van, de majd meglátjuk, hogy milyen lesz arcom. Úgyhogy ő így néz ki, látjátok, tehát szinte, mintha semmi nem lenne, de majd kíváncsi vagyok tényleg, hogy hogyan teljesít így arcbőrön, hát skin tint, tehát hogy az biztos, ezt nem is vártam tőle, hogy nagy fedése legyen, meglátjuk, kíváncsi leszek rá. Aztán a Catrice-nek ez a most hát ilyen tavaszi limitált kollekciója, szerintem megint egy nagyon kis izgalmas kollekció, ez a Generation Joy nevet viseli, és tartalmaz szemfesték palettát, rúzsokat, színes szempillaspirálokat. Erről egyébként raktam már fel rövid videót, illetve erről a teljes kollekcióról, amit beszereztem a kollekcióból, raktam fel rövid videót, hogy ilyen milyenek használat közben, úgyhogy meg tudjátok nézni, be fogom nektek linkelni. Szóval van egyébként kék szempillaspirál is, és van ez az ilyen, hát ilyen rózsafa talán, vagy nem is tudom egyébként mi is a neve ennek az árnyalatnak. Aha, Real Rosewood árnyalat, szóval mutatom egyébként, hogy milyen árnyalat. Ez egy rózsaszín árnyalat, de egy ilyen tört rózsaszín, tehát kicsit egy ilyen púderes rózsaszín árnyalatú színes szempillaspirál, úgyhogy ha szereted a színes szempillaspirálokat, akkor érdemes lehet megnézni. Én a szemfesték palettát most nem szereztem be, pedig egyébként jók szoktak lenni a Catrice-nek ezek a limitált kollekciós palettái, megint szerintem egy ilyen nagyon kis izgalmas színkombinációval jöttek ki, úgyhogy most ez így mostanában így nagyon megy a Catrice-nek, de emellett van 3 rúzs és 3 hozzátartozó szájszerúza is. Én ebből ezt az árnyalatot vettem meg, ami a 03-as Bold Berry árnyalat, ugye a szájszerúza is, és a rúzs is. A szájszerúzánál először arra gondoltam, hogy hát, hogyha fogom tudni használni szemszerúzának is, aztán az az igazság, hogy elolvastam, és azt írja, hogy Lip Liner with Plumping Effect contains mentol, tehát tartalmaz mentolt is, úgyhogy én azt viszont nem szeretném így a szemem környékére rakni. Egy kicsit azért ilyen gimmicknek érzem ezt, hogy így a szájszerúza is ilyen plumping effektes, vagyis ilyen ajakdúsító effektes. Hát ebben én túlzottan nem hiszek, de mutatom, gyönyörű árnyalata van. És iszonyatosan puha. Iszonyatosan puha, szóval gyönyörű ez az árnyalat, szóval sima szájszerúzának szerintem szuper, a rúzs pedig. Nekem nagyon tetszik a csomagolása, szerintem iszonyatosan jól néz ki, és ezt nézzétek, ez ilyen mágneses. Szóval ez így nagyon jól néz ki, és nagyon jó súlya van, szóval egészen kis ilyen luxi érzés ezt a rúst megfogni. Szerintem tényleg nekem nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy az árnyalata pedig ilyen. Szerintem gyönyörű ez az árnyalat, de kapható egy ilyen narancssárgásabb és egy kicsit ilyen nudosabb árnyalatban is. Aztán jöjjön a hólomnak a következő része, ami egy make-up lázás rendelés volt, ugye ahogy a videóban meséltem, nagyon jó akciók voltak az Ardell műszempillákra, de most nem azzal fogom kezdeni, hanem azt mindjárt mutatom, hanem először szeretném nektek mutatni ezt a két Affect szemhéjpúdert, illetve nem szemhéjpúdert, gyorsan akartam mondani, pigmentet. Az egyik, az egy ilyen lilás árnyalat, úgyhogy ő így néz ki, de egy ilyen gyönyörű lilás árnyalat. Hát most nincsen semmilyen bázis a kézfejemen, de azért csinálok róla egy swatchot nektek. Úgyhogy ő ilyen. Nyilván valamilyen bázisra ez azért még intenzívebb. És akkor mutatom a másik árnyalatot, ami egy kicsit még fényesebb, és egy kicsit ilyen rózsaszínesebb árnyalat. Ráadásul ez minthogyha ilyen rózsaszínes, lilás, irizáló árnyalat lenne. Úgyhogy látjátok, ebben ilyen egészen fényes pigmentek vannak. Szerintem ez nagyon kis szép, ez abszolút egy ilyen topper árnyalat egyébként. Na és akkor mutatom a két szerintem nagyon izgalmas Ardell műszempillát, illetve ez nem két műszempilla, hanem 6 pár műszempilla. Az egyik 3-as, az egyik ilyen lookbook, ez a Wispies, tehát az Ardellnek szerintem talán ezek a leghíresebb műszempillái. A Demi Wispies, a Wispies és ez a Wispies 600-as, tehát látjátok, még itt egészen kis visszafogott, egyébként felpróbáltam, és azért annyira ez se visszafogott, de majd fogom valami videóban használni nektek, úgyhogy az egészen brutális hatásig. A másikban pedig a 110-es, 120-as és 105-ös műszempillájuk található, ez elég brutál, nem? Tehát azért ez így, azért így eléggé erős. Az az igazság, hogy ugye említettem, hogy az utóbbi időben elkezdtek így egyre jobban foglalkoztatni a műszempillák, és szerettem volna minél többet kipróbálni, és ezek most így ilyen
nagyon jó árérték arányban voltak kaphatóak, úgyhogy így azt mondtam, hogy akkor így jöjjenek velem, és így tényleg ki tudok próbálni több különböző stílus, több különböző szempillát. Egyébként én nagyon kíváncsi leszek, hogy milyenek lesznek az Ardell műszempillák. Mondjuk hordtam eddig egyszer egy Ardell műszempillát, de az egy ilyen nagyon ütős, erős műszempilla volt, de egyébként én, amit eddig próbáltam, ugye a Catrice-nek, tehát ilyen drogériás műszempillákat, illetve az Enchilashes-nek a műszempilláit, na azok viszont meg ilyen kis nagyon luxi műszempillák, azok nagyon gyönyörű, természetes, finom műszempillák. Kíváncsi vagyok, hogy ehhez a két véglethez képest így az Ardell hol fog elhelyezkedni, mennyire lesz kényelmes viselni az ő műszempilláikat, tehát hogy így mégis miért lettek ők ennyire híresek. De bekerült még két kicsit ilyen még extrémebb műszempilla is a kosaramba. Ez a Red Cherry nevezetű márkának, bevallom, én nem ismerem őket, két műszempillája, az egyik ugye ezt látjátok ilyen lila, a másik pedig ilyen menta zöld. Egyébként őszinte leszek, azért vettem meg őket, mert ilyen 500 forintra voltak leárazva, és akkor úgy voltam vele, hogy így hú, azért ezek ilyen nagyon kis izgin néznek ki. Nézzük meg, hogy milyen egy ilyen extrémebb műszempilla. És akkor innen jönne a harmadik része a haul videómnak, ami egy Danessa Myricks haul. De még ezt előtte szeretném kiegészíteni egy MAC termékkel, ugyanis megvettem a MAC-nek ezt a Fix Plus Stay Over változatát, ami ugye a MAC Fix Plus-nak egy ilyen kifejezetten a sminket tartósabbá tevő változata, alkoholmentes egyébként, és én ezt próbálgattam már, és így nagyon-nagyon tetszik nekem. Na de miért is ide raktam ezt a MAC terméket? Ugyanis alapvetően majd mutatom a Danessa Myricks termékeket, amiket rendeltem. Azzal a gondolattal rendeltem ezeket a termékeket, hogy szeretném egy kicsit így a profi sminkes készletemet egy kicsit jobban felturbózni, egy kicsit így kiegészíteni itt-ott, ahol kisebb-nagyobb hiányokat találok benne. Ugye én nemrég kezdtem el így sminkelni, és ezért még így eléggé alakul így ez a készletem. Hát részben a MAC-nek ezt a Fix Plus-et is ezzel a gondolattal vettem meg, de mondjuk ez egy olyan termék, amit bevallom, én magamon is szoktam használni, úgyhogy nagyon jó kis termék. Na először is mutatok nektek egy olyan terméket, ami egy termékminta, ez a Yummy Skin Blurring Balm Powder pirosítójuk a Danessa Myricks-nek. Ebbe ugye 6 ilyen kis termékminta volt. Mutatom őket, egyébként ilyen kis csomagolásban érkeztek. Ugye mutatom az árnyalatokat, egyébként ezt a termékmintát volt a Danessa Myricks-nek egy ilyen smink bemutatója, ahol egyébként Turbo Stimi is ott volt és sminkelt, és erre elmentem, és akkor ott kaptuk így ezeket a termékmintákat. Úgyhogy ez a 3 árnyalat. Na őket még nem bontottam ki, úgyhogy őket nem fogom mutatni, de a másik 3 árnyalatot viszont már kibontottam, úgyhogy ezeket meg is fogom nektek swatcholni. Van egy ilyen kicsit természetesebb árnyalat, ez a Jubilee árnyalat, aztán van egy Bellini árnyalat, ami egy kifejezetten narancsos árnyalat, te gyönyörű. Valami gyönyörű, nem is narancsos, hanem barackos, inkább nevezzük barackosnak, és az én kedvencem ez a Golden Hour árnyalat. Úgyhogy itt vannak, ő lenne a legtermészetesebb, ez amit mondtam, ez a Jubilee. Nagyon-nagyon finom, puhák, és gyönyörűen el lehet dolgozni egyébként a bőrön. Ez ugye a Bellini, és akkor az én kedvencem ez a Golden Hour. Hihetetlenül szép, ugye így eléggé intenzívek, de gyönyörűen el lehet dolgozni az arcbőrön. Nagyon szép tartósak, úgyhogy engem abszolút levet a lábamról, tényleg szuper jó kis krémpirosítók. No, de amíg letörlöm itt a kezemről ezeket a swatchokat, egyébként én azért döntöttem, amellett, hogy a Danessa Myricks-nak a termékeivel fogom egy kicsit így feldurbózni így a sminkkészletemet, mert iszonyatosan jó multifunkciós termékek, és az az igazság, hogy bevallom őszintén, nekem eddig az volt a véleményem a multifunkciós termékekről, hogy egy kicsit ilyen gimmick, mert a legtöbbször így egy használatra jók, és akkor mellette egyébként még használhatod így is, meg úgy is, de ez ugyanaz, mint a legtöbb rúzsnak használod, de használhatod pirosítónak is, szóval, hogy a legtöbb esetben azért én úgy azt tapasztaltam, hogy a legtöbb ilyen multifunkciósnak hirdetett termék azért alapvetően egy használatra, egy típusú használatra jó, és akkor úgy erre-arra még használhatod. Tisztelet a kivételnek. Na és ezek közül a legnagyobb kivétel, a leghatalmasabb kivétel eddig, amivel én találkoztam, az a Danessa Myricks termékei. Legalábbis amiket most fogok nektek mutatni, azok mind olyanok, hogy tényleg engem így levett a lábamról, hogy mennyi módon lehet használni őket, és még csak most kezdtem el velük ismerkedni, és már nagyon sokféle módon tényleg szuperül lehet őket használni, és kíváncsi vagyok, hogy még mennyi minden van bennük. Na az első termékcsalád, amiből így egy kicsit így bespájzoltam,
Ez a Vision Cream Cover nevezetű, kettő az egyben alapozójuk és korrektoruk. Na, ez az első. Szerintem nagyon sok márka szereti azt mondani az alapozójáról, hogy használható korrektorként is, de ahhoz meg nem elég nagy a fedésük, kivéve ennek. Brutális nagy fedése van egyébként ezeknek a Vision Cream Cover alapozóknak. Most egyébként ez van rajtam. Ez, ami itt van a kezemben, ez az N03-as árnyalat. Ezt használtam a szemem alatt korrektornak, viszont az arcomon egyébként az N05-ös árnyalat van. Azt látjátok, hogy ez ilyen kis 2,5 millis kiszerelés, ez pedig 10 millis kiszerelés. Na, ezek iszonyatosan picinek tűnnek. Nekem most nem az volt a célom, hogy volumenében növeljem a készletemet, hanem pont inkább az, hogy így színesítsem olyan szempontból, hogy minél több bőrtónusra legyen jó ez a bizonyos alapozó és korrektor akár, minél jobban tudjam ezeket az árnyalatokat keverni, mert hogy egyelőre azért nekem még nincsen ilyen naponta több ügyfelem, meg hetente több ügyfelem, hanem inkább így az a lényeg, hogy most így minél több bőr árnyalatot, bőrtónus le tudjak fedni, és ezért vettem az N03-asból egy 10 millis kiszerelés, mert azt gondolom, hogy ez egy ilyen elég jó, ilyen kis kiinduló árnyalat, amit utána tudok keverni akár egy sötétebb árnyalattal, vagy van ilyen olivás tónusú alapozójuk is. Ennek is nagyon-nagyon örülök, szóval ez 2,5 millis ezek a picik, de olyan brutálisan pigmentált egyébként, hogy tényleg iszonyatosan kevés kell belőle. Szóval azt még érzem, hogy ezt még nagyon-nagyon kell tapasztalgatnom, hogy borzasztó kevés kell belőle, tényleg nagyon nagy fedésű. Vízálló egyébként ez az alapozó, egy nagyfedésű vízálló alapozó, szerintem nagyon-nagyon szép bőrképet ad egyébként, és még mondom, abszolút tesztelgetnem kell, hogy így hogyan lehet egy kicsit könnyebben felrakni, hogy mivel lehet esetleg jól kevergetni, szóval szerintem ez egy nagyon izgalmas kis alapozó és termék, amiben tényleg sok lehetőség van, és most van az az alkalom, hogy azt mondom, hogy ezt tényleg lehet alapozóként is és korrektorként is használni. És ha már itt ezt mondtam, hogy így engem most ez érdekelt, hogy hogyan tudok minél több árnyalatot úgymond lefedni, hogyan tudok egy olyan készletet összeállítani, hogy egy eléggé széles skálán tudjon mozogni így az alapozó és a korrektor lehetőségem, variációs lehetőségeim, akkor beszereztem ezekből a Colorfix nude-jaik közül egyfelől az 1-es árnyalatot, ez ugye a legvilágosabb, a 3-as árnyalatot, illetve a 8-as árnyalatot. Úgyhogy ezekkel egyfelől lehet ugye kicsit világosítani, jaj, tehát hogy ő volt az 1-es, a nude 1-es, kibontom őket, jó, és akkor így látjátok kicsit jobban, hogy milyen árnyalatuk van, de egy picit ki is nyomok belőlük, és akkor így látjátok a kézfejemen, hogy milyen árnyalatuk van. Mindegyik egyébként vízálló. Szóval ezek a nude-ok, ők így néznek ki. Ez a 3 árnyalat, látjátok, hogy ez egy nagyon kis világos árnyalat, ez az 1-es árnyalat, icipici kell belőle, és iszonyatosan nagy fedése van ezeknek is. Ezt lehet egyébként az alapozóba keverni, lehet korrektorként használni, lehet szemfestékbázisként használni. Igen, tesztelgettem már szemfestékbázisként is, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon sok módon lehet használni. Lehet a szemöldökre is használni őket. Úgyhogy ez egy ilyen közepes, ez a 3-as árnyalat. Én magamnak egyébként ezt szoktam szemfestékbázisként feltenni, hogyha úgy szeretném használni. És van ez a 8-as árnyalat, ez pedig ugye egy picit sötétebb. Ez pedig lehet akár kontúrárnyalatként is használni az arcon, tehát nem csak a szemhéjon. Na, de egyébként nem akarok túl sokat beszélni erről, ő pedig így néz ki, és tényleg brutálisan tartósak. Majd szeretnék hozni nektek egy ilyen Danessa Myrix teszt videót. De mutatom, van még egy Colorfix, csak ez nem a nude, hanem ez a Colorfix mattjai közül, ez a Blackout árnyalat, ami egy nagyon jó kis fekete, úgyhogy ez a Blackout árnyalat, ki hitte volna, hogy fekete, szóval ezt is beszereztem. Hú, lányok, most nézem, hogy azért már egy jó ideje veszem ezt a videót, és jó sok mindenről beszéltem, jó sok mindent mutattam nektek. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és remélem, hamarosan találkozunk. Sziasztok!